A Széchenyi Zsigmond szakközépi szakiskola Marcalitól 12 kilométerre található. Az iskola fenntartója a Marcali Városi Önkormányzat. Az intézmény a gyakorlati oktatáshoz 1786 hektár tanerdővel, 5300 hektár oktatási-kutatási célú vadászterülettel, 1000 méter fűthető fóliaházzal, üvegházzal, 2,8 hektáros vadasparkkal, dísznövénygyakorlókerttel, valamint erdészeti csemetekerttel rendelkezik. Az iskola története 1963-ig nyúlik vissza. Ma az intézmény meghatározó a térség szak, illetve felnőtt képzésében. Erdészeti szakmunkás képezett az iskola nagyon sokáig, míg az új igények, illetve az új követelményeknek megfelelően bővült a kínálati palettánk, megjelentek az erdészethez kötődő szakmák, az asztalosipar, megjelentek később a technikus képzéseink, azok a technikus képzések, amelyek azt gondolom, hogy a hírnevünket méltóképpen öregbítik, illetve kialakult az a képzési sokszínűség, ami ma is jellemző a Széchenyi Zsigmond szakközépiskolát. Iskolánkat azért tudom jó szívvel ajánlani, mert azok a szakmák, amiket mi oktatunk, illetve az a képzési kínálat, amivel rendelkezünk, azt gondolom minden igényt kielégít. Az ide jelentkező diákok választhatnak olyan szakközépiskolai képzések közül, mint a vadgazdálkodási, a bútoripari, az erdész, a kertész és növényvédelmi, valamint a természet- és környezetvédelmi technikus. A szakiskolai képzésekbe tartozik az erdészeti szakmunkás, a dísznövénykertész, az erdészeti, illetve a növénytermesztési gépüzemeltető és gépkarbantartó, a köműves, az ács, az állványozó, az épület és a bútorasztalos, továbbá a mezőgazdasági kovács. A vadgazdálkodási technikus képzés egy évtizedes múltra tekint vissza az iskolában. A természeti adottságok megfelelőek voltak az elindításához, mind nappali, mind levelezős tagozaton. Ez a képzés egy nagyon összetett, azon kívül, hogy elsősorban a vadgazdálkodás a fő profil, a szakmához közel álló ágazatokból is ismereteket tanulnak, gondolok itt a mezőgazdaságra, az erdőgazdaságra, a természet- és környezetvédelemre, tehát ezek is ugyan kisebb arányban, de színesítik a képzésnek a palettáját. A bejutás az egy jelentkezési lap kitöltésével indul, amihez orvosi egészségügyi alkalmasságot kell igazolni, és ebben a két évben gyakorlatilag egy 2000 óraszámos időtartamban tanulnak a nappali tagozaton a hallgatóink, levelező képzésben pedig ennek a 30%-át, tehát körülbelül 5-600 órát kötelezőek vagyunk nekik legtartani, illetve ők lehallgatni. Elsősorban olyan középvezetőket akarunk itt képezni ez alatt a két év alatt, akik képesek önállóan vadgazdálkodási egységet irányítani, ennek a munkáját, elsősorban ugye szakmai munkáját megszervezni, illetve a beosztott szakembereket, gondolok itt szakmunkás végzettségűekre, egyéb más rokon szakmában végzett kollégákra, az ő munkájukat irányítani és koordinálni. 2002 óta üzemel itt a vadaspark is a honos nagyvadakkal, úgy mint gímszarvas, dámszarvas, vaddisznó, muflon és őz. A park fontos szerepet játszik az oktatásban. A tanulóknak lehetőséget nyújt arra, hogy megismerhessék a vadfajok takarmányozását és szaporodás biológiáját. A lőtér szintén az oktatást szolgálja. Az iskolában sporttagozat indult labdarúgás és birkózás sportágakban. Bácsics Gábor testnevelő szerint a Széchenyi iskola a sportfellegvára a szakközépiskolák között. Az iskola keretein belül működik egy diáksport egyesület, több különféle szakosztályon, tehát labdarúgás, birkózás, kosárlabda, asztali tenisz, tenisz és atlétika. Minden tanuló számára délutánként szervezett felügyelt keretek között a lehetőség tömegsportfoglalkozásra szabadon választható, tehát az előbb elsorolt szakosztályok munkáján belül. Képzésünknek elsősorban az a célja, most a sporttagozatról beszélek, hogy sportolókat neveljen, tehát élsportolókat, de mi megelégszünk azzal is, hogyha felnőtt korban egy egészséget szerető, azt minden nap az értékeit kezelő tanulók vagy felnőttek válnak a tanulóinkból. A képzések egyike a bútorasztalos. Akkor, amikor egy fát kivágnak, utána tovább fog élni a gyerekek kezébe, és mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki a fával való bánásmódot, hiszen nagyon könnyen kezelhető, és nagyon sok szép dolgot el tudunk belőle készíteni. És mindenki a nulláról kezdi, és megtanulják a fával való bánásmódot. Bútorokat készítenek, ide tartoznak az ülő-fekvő bútorok, a konyhabútorok, lépcsők,
és az épületasztalosok által készített, beépített bútoroknak a beszerelése. A 11. évfolyamban kézműipari technológiával készítenek különböző kis dobozokat, konyhai ülőkéket, fokedlikat, és a későbbi évfolyamok pedig itt a mögöttünk látható filagóriát, szemeteseket, kisebb-nagyobb bútorokat, kollégiumban készítenek bútorokat, aztán játszóterekre építenek hintákat, amiket meg tudunk nézni. A mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó képzés az iskola egyik sikerágazata. Gyakorlatilag egy olyan palettát tudunk biztosítani, a mezőgazdaságban létező összes gépcsoportra vizsgát tudunk biztosítani. Az első három modul egy gépészeti modul, ahol kovácsolási, hegesztési és ilyen fémmegmunkálási modulban, technológiai modulban vesznek részt, ahol a következő tanműjában, ahol egy bepillantást fogunk nyerni, meg fogjuk látni, hogy mennyire széles körű ez a periféria, amit ez a szakma felől áll. Gépészműhelyben vagyunk, ahol szemre lehet vételezni gyakorlatilag, hogy a tanulók az első évfolyamban olyan gépipari alapképzésben vesznek részt, ahol az alapkészségeket sajátítják át. A másik műhelyben ott már kifejezetten kovácsolási gyakorlat folyik, a hideg és meleg fémmegmunkálást hajtják végre tanulók, ami szintén a gyakorlati képzésnek a sajátossága. És itt el kell mondani azt, hogy ebben a modulban, ebben a kovácsolási modulban van arra lehetőség, hogy a mezőgazdasági kovácsok is becsatlakozzanak. Az erdészeti szakmunkás képzésre is sokan jelentkeztek az elmúlt időszakban. De önálló van arra lehetőség, hogy egy alternatív szakképzésben vegyenek részt, ahol már 8. évfolyam elvégzése után közvetlenül be tudnak kapcsolódni a szakképzésbe, és gyakorlatilag már 9. szakmai óráik, szakmai foglalkozásaik vannak. A hagyományos képzésünk is működik, ahol a 9-10. Évfolyam elvégzése után be tudnak kapcsolni a képzésbe, ott 2 éves a szakképesítés megszerzésének lehetősége, az előrehozott szakképzés pedig 3 éves a képzésük. A köműves képzés a Dél-Dunántúli régióban hiány szakmának számít. Az iskolában 7 éve folyik a képzés, ami 2 éves. A tanulók szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban is részesülhetnek. Gyakorlatorientált a képzés, ez azt jelenti, hogy a 70%-át a képzési időnek a tanulók gyakorlaton töltik, és mindössze 30%-ot elméleten. Hát a képzési idő alatt megismerkednek a köműves szakma rejtelmeivel, falazással, vakolással, állványozással, zsaluzással, betonozási munkákkal. A gyakorlatot itt az iskolában tudjuk biztosítani a tanulóknak, de körülbelül a 20%-uk a vállalkozásoknál, külső képzőhelyeken tölti a gyakorlatot. A disznövénykertész képzés 3 éves és 1996 óta működik az intézményben. A diákok 1 és 2 nyári növényekről, cserjékről és lombhullatokról tanulnak, valamint dísznövényekkel kapcsolatos kertészeti feladatokat látnak el. Jelenleg 3 darab francia filtrált típusú fólia sátorral rendelkezünk. Ezekről annyit kell tudni, hogy levegővel felfújt gördülő asztalokkal jó hely kihasználást szolgálják, és automata tápoldatozó látható itt bent oldalt, az biztosítja a növények fejlődése számára az optimumot. Jelenleg egy mikroszaporító labor van kialakítás alatt. Ez a tantervi követelmény is, és a jelenkor követelmény is szolgálja. A tanulóink ismeretanyagai sokrétűek, a növények szaporításától, azok gondozásán és ápolásán keresztül az értékesítésig terjed. A végzett tanulóink utána elhelyezkedési lehetőségei szerteágazók, közvetlenül munkába állhatnak, önkormányzatoknál egyéni vállalkozást nyithatnak, illetve az iskolán belül érettségvizsgát tehetnek, érettségi vizsga után pedig 2 technikus végzettség elvégzése lehetséges, a kertész, illetve a környezetvédelmi technikus. A továbbtanulók erdésztechnikusi képzésre is jelentkezhetnek. Általános ökológiai, műszaki, gazdasági ismeretekkel rendelkező szakembereket képezünk, akik az erdőgazdálkodásnak a termelési és gazdálkodási folyamataiban megállják a helyüket. Itt különböző részfeladatokat láthatnak el a tanulók. Az elhelyezkedési lehetőségekről annyit, hogy erdészeteknél, állami erdészeteknél el lehet helyezkedni, illetve magánszférában is
tehát vállalkozóként. A teendőkről annyit, hogy a tanulók az itt megszerzett tudással az erdőgazdálkodás általános tevékenységét elláthatják. A szaporítóanyag termeléstől az erdőfelújításon, erdőtelepítésen, erdőnevelésen keresztül az erdőhasználatig és a fafeldolgozás, illetve a fanyagnak az értékesítésén. Az intézmény elnyerte az ökoiskola címet. A tanerdő tisztításával, a szelektív hulladékgyűjtéssel, az erdőben lévő állatok védelmével vívták ki ezt az elismerést. A lehetőség itt adott a természet- és környezetvédelmi technikus képzés elvégzéséhez is. Célja a képzésnek tulajdonképpen az, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik a jövőben a környezettel kapcsolatos, illetve a környezet szennyezéssel kapcsolatos problémákat meg tudják oldani. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzésre. Ez a képzés jellegéből is adódik, hiszen egy héten 3 elméleti nap van és 2 gyakorlati, illetve nyáron is 4 hetes gyakorlatot szervezünk a tanulóknak. Természetvédelmi részében nyilvánvalóan az az elsődleges szempont, hogy a természetes környezetet, illetve a természetben élő állatokat megvédjük, a természetes élőhelyüket. A környezetvédelmi részében pedig olyan méréseket, ökológiai szempontú méréseket végezzünk vízzel, talajjal, levegővel kapcsolatban, amelyek aztán pontos képet tudunk kapni a környezetnek ezen az állapotáról. Az iskolában a diákoknak kollégiumot is biztosítanak, amit több mint 300 férőhelyes. Rendelkezésükre áll még a 6000 kötetes iskolai könyvtár és a számítógépterem a szabadidő hasznos eltöltésére. Elkészült egy emlékszoba is, ami az iskola névadójának, a nagy Afrika vadásznak a hírnevét öregbíti. Mindezek után mondhatjuk, hogy a tanulók választási lehetősége nagy, ismereteiket számos területen bővíthetik, és megfelelő szakemberekké válhatnak, ha elvégzik az iskola által kínált képzéseket.